Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Csizmazia Gábor Amerika szakértővel fogjuk folytatni a mai adásunkat, a témánk pedig továbbra is Izrael, mert hogy azért van összefüggés az aktuális amerikai kormányzat, illetve Izrael helyzete között, ez lesz tehát a témánk. Csizmazia Gábor itt van velünk, szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz, köszönöm szépen. Kezdjük akkor talán ott, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok előző elnöke azt mondta, hogy ha ő lenne kormányon, akkor ez az egész nem történhetett volna meg. Ugyanakkor egy idő után azért azt is látni, hogy Joe Biden is kiáll amellett, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát a terroristákkal szemben, de hogy látod a mostani amerikai adminisztráció, mennyire áll ki Izrael mellett? A Biden adminisztrációnak elég nehéz dolga van úgy általában az izraeli-palesztin konfliktustól függetlenül, mert az ő politikai mandátuma, legalábbis az Egyesült Államokon belül, tehát belpolitikailag ugye arról szól, hogy teljesen más politikát folytasson, mint a Trump adminisztráció, és persze ez a külpolitikára is igaz, de ugye ezt oda-haza kell eladni. És ez azért nehéz feladat, mert minden retorikai, minden egyéb negatív megítélésével együtt a Trump adminisztráció azért néhány dolgot jól csinált. Legalábbis bizonyos kontinuitás mindenképp felfedezhető a Trump és Biden váltás között. Ez egyébként az Obama-Trump váltás között is volt ilyen, tehát ez egy teljesen normális dolog, hogy nincs teljesen 180 fokos fordulat, vagy 180 fokos fordulat minden területen, értem ez alatt a 100%-ot az egyes adminisztrációk között. És ez igazából a Biden adminisztráció nehéz feladata, hogy hogyan tudjon más ténylegesen cselekedni, illetve kommunikálni, mint az elődje. Főleg akkor, amikor hát a bevett gyakorlat az egy bizonyos irányba terelni. És itt jön képbe ugye az izraeli-palesztin konfliktus. Ugye a bevett gyakorlat alatt azt kell érteni, hogy a Biden adminisztrációnak a vezető tisztviselői, tehát maga Joe Biden, vagy akár Anthony Blinken külügyminiszter, vagy Lloyd Austin védelmi miniszter, mindannyian elmondták a kötelező mondatokat gyakorlatilag, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát, illetve hát ezt többé-kevésbé próbálták jobban alátámasztani, például Anthony Blinken nyíltan elmondta, hogy itt teljesen egyértelmű, hogy terroristák az izraeli civilek ellen, Izrael pedig terroristák ellen harcol, illetve a Joe Biden pedig úgy fogalmazott még néhány nappal ezelőtt, hogy ő nem lát különösebben nagy aránytalanságot vagy túlzást Izrael reakcióiban. Ugye ezek egyértelműen alapvetően inkább Izrael párti nyilatkozatok. Azért mondom, hogy ez egyfajta bevett gyakorlat, mert ez tulajdonképpen nem új az amerikai külpolitikában. Nyilván nem annyira Izrael barát a Biden adminisztráció, mint amennyire a Trump adminisztráció volt. Gondolok itt arra például, hogy rögtön ugye támogatta azt, hogy a Palesztinának kb. 235 millió dolláros támogatást azt újra biztosítani lehessen. Viszont egyértelműen felfedezhetőek az Izrael barát, Izrael támogató gondolatok is a Biden adminisztráció. Mondok egy másik példát, felmerült az a gondolat a kongresszusban, és ez egyre inkább elterjedt a demokraták körében, hogy az Izraelnek nyújtott katonai támogatás, most függetlenül a konfliktustól, az gyakorlatilag feltételekhez kössék. Tehát konkrétan bizonyos korlátozásokhoz, vagy konkrét feltételek mellett biztosítsák csak az állandó katonai támogatást Izrael részére. Ezt Biden egyébként a kampányban már 2020-ban ellenezte, és ezzel nincs egyedül, de ez egyre inkább elterjedt hang a demokrata párton belül. És igazából ez a fajsúlyos változás a Trump adminisztrációhoz képest, hogy tulajdonképpen a demokrata pártnak a radikálisabb hangjai a kongresszusban egyre nagyobb teret nyernek, minimum a kommunikáció terén, de befolyás tekintetében is, ami abban az irányba vinni a demokrata oldalt, hogy hát egyre kevésbé támogassa Izraelt, vagy egyre több feltétel mellett támogassa Izraelt ebben a konfliktusban. Úgyhogy tulajdonképpen Bidennek nem is a saját apparátusával kell úgymond megtalálni a megfelelő hangot, hanem kifejezetten a saját hát, politikai támogatóival a kongresszuson belül. Ebben is nincs nagy újdonság, megjegyzem, tehát alapvetően ez a politikai megosztottság a demokrata párton belül, ez nem új keletű, viszont itt mutatkozik meg megint csak az a nehézség, amivel ugye indítottam az elején, hogy hogyan tud a Biden adminisztráció új külpolitikát képviselni a térségben,
hogy az eddigi bevett és tulajdonképpen működő gyakorlatokat megtartja, és ha úgy tetszik, a kötelező köröket le is rója, de egyúttal a politikai támogatást is élvezi otthon. Mondok egy konkrét példát csak ehhez. Tulajdonképpen ki kellene bizonyos szempontból az áttajások, mondhatjuk azt is, a radikális körökben, legalábbis a demokrata párton belül, ugyanis a néhány radikálisabb képviselő, például Ilhan Omar, vagy Rashida Tlaib, vagy Alexandria Ocasio-Cortez, ugye a legismertebb nevek ebből a csoportból, ugye összekötik az Izrael melletti, szerintük egyoldalú amerikai kiállást, általában a hazai, az Egyesült Államokban jelenkező faji, etnikai vagy bármilyen más társadalmi igazságosságnak a kérdésével. És ugye ez azért probléma, mert egyrészt kettő külön témát mosunk össze, másrészt pedig ugye ez nagyon nehéz úgy cáfolnia a Biden adminisztráció munkatársainak, hogyha egyébként a politikai előnyeit ezeknek a gondolatoknak élvezték. Ez más területen is megmutatkozik egyébként a külpolitikában, csak egy nagyon rövid gondolat, nem tartozik szorosan ide, csak zárójelbe jegyzem meg, amikor a kínai népköztársaság képviselőivel találkozott Anthony Blinken még Alaszkában, akkor ott a kínai népköztársaság ráolvasta Blinkenékre, hogy hát nem érzik úgy, hogy Washingtonnak joga lenne kioktatni Pekinget mondjuk demokrácia kérdésében, miközben egyébként az Egyesült Államok területén rendőri brutalitás vagy rendszer szintű rasszizmus van jelen. És ugye hát nyilván tudjuk, hogy ez utóbbi állítás ez nem helytálló, és nyilván nem is lehet párba tenni mondjuk azzal, ami mondjuk a kínai népköztársaságban van demokrácia helyzetét illetően, de ugye ezt nagyon nehéz cáfolni egy demokrata politikusnak, vagy egy amerikai politikusnak úgy, hogy egyébként előtte hónapokon át nem azt mondom, hogy aktívan támogatta ezt a nézetet, de passzívan élvezte ugye a politikai előnyeit a 2020-as választások árnyékában. Tehát ezért mondom, hogy ez a fajta helyzet, ez most is a radikális hangok mentén ez visszajön a belpolitikában, és éppen ezért a fő probléma az nem is az, hogy mondom, adminisztráción belül megtalálják a megfelelő hangot Bidenék, hanem hogy a saját demokrata politikus társaiknak a támogatását is elnyerik a kongresszusban. Látjuk azt, hogy azért a baloldal az nagyon sok esetben így világszinten anticionista. Látjuk ugye azt is, hogy a demokrata pártban azért egyre több iszlám hátterű politikus jelenik meg. Ha ezek összeadódnak, akkor elképzelhető, hogy egy idő után nagyobb erőteret képviselnek, mint az Izrael barát és a cionista politikusok a demokrata párton belül? Én nem hiszem, hogy erősebbek lennének, tehát ebből a szempontból ez a veszély nem fenyegeti az eddigi erőviszonyokat, viszont az elképzelhető, hogy maguk a gondolatok, amiket terjesztenek, azok előbb vagy utóbb mainstream gondolatokká válnak egy részük legalábbis. Tehát ugye a helyzet a következő, ugye ezek az általán említett képviselők is, Alexandria Ocasio-Cortez, vagy Ilhan Omar, vagy a többiek, ugye ők képviselőházi politikusok. Nem azt jelenti, hogy ők nem nyilatkozhatnak meg külpolitikai kérdésekben, van külön külpolitikával foglalkozó, ugye a bizottság és a képviselőházban, de tulajdonképpen a kétházas törvényhozásban az Egyesült Államokon belül a külpolitika az inkább a szenátusnak az illetékesség, hogy a nagyköveteket is például a szenátus jóváhagyásával kell, például meg nemzetközi szerződéseket is részben a szenátus jóváhagyásával lehet ratifikálni. Nyilván kell hozzá a képviselőház is alapvetően, de a képviselőház az sokkal kevésbé fajsúlyos szereplő ebben. Tehát ha úgy tetszik, ezek a képviselők részben azért, mert radikális szárnynak a tagjai, részben pedig azért, mert alsóházi képviselők ugye sokkal bátrabban tudnak eléggé szókimondó, markáns, és hát, ahogy említettem, radikális nézeteket megfogalmazni, nem kell a felelősséget, hogy tetszik, cipenjük a vállukon ilyen szempontból. Tehát ezért mondom, hogy nem feltétlenül reprezentatívak ezek a gondolatok a demokrata párton belül, viszont nagyon komoly médiafigyelmet kapnak. Tehát alapvetően elég könnyen eljutnak olyan szavazókhoz is, meg körzetekhez is, ahol feltétlenül alapjában ezek a hangok nem jelennének meg, és így vagy úgy egy-egy gondolat az elég könnyebben elterjed, vagy mainstream-é válhat a demokrata párton belül. Ezért mondtam azt például, hogy az Izraelnek nyújtott amerikai katonai támogatás feltételekhez való kötése, na az elképzelhető, hogy előbb-utóbb egyre inkább elterjed demokrata körökben, nem csak radikális szárnyon belül. Elizabeth Warren például, aki hát valahol radikálisnak is nevezhető, valahol meg mégiscsak mainstream hangok közé sorolható, ugye még a 2020-as elnökválasztási kampányon belül. Ő is konkrétan felvetette azt, hogy feltételekhez kell ezt kötni, méghozzá, ha jól emlékszem, akkor az APEC eltartott, hogy az egyik legbefolyásosabb zsidó lobby szervezet
keretében tartott rendezvényen belül. Tehát amikor nyíltan így fogalmazott, de hasonló gondolat fogalmazódott meg Bob Menendez szenátortól, ez sokkal fajsúlyosabb, ugye ő egy kifejezetten Izrael barát demokrata szenátor, a külügyi bizottságnak, a szenátus külügyi bizottságának az elnöke, ő kifejezetten ellenezte annak idején még az iráni atomalkút, és ő is konkrétan már úgy fogalmazott a mostani konfliktus kapcsán, hogy bár egyértelmű, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, de bizonyos szempontból önmérségetet kell tanúsítani. Ezek ugye sokkal óvatosabb hangok, meg kifejezések, mint amiket az alsóházi radikális képviselő fogalmaznak meg, de ugye mondom, minél hangosabb utóbbiak, annál inkább bizonyos ötletek, nem mindegyre bizonyos ötletek elterjedtebbé válnak és mainstreamé válnak a demokrata párton belül. Ennek a folyamatnak mondjuk most egyre úgy néz ki, hogy a szemtanúi. Nyilván ezt még korai megítélni, hogy ez hogyan fog megvalósulni, de érdemes követni azt, hogy a katonai támogatást és úgy általában a külpolitikai lépéseket a kongresszus részéről milyen konkrét törvényjavaslatok fogják majd korlátozni vagy keretek közé szorítani. Utolsó gondolat ehhez a Biden adminisztráció, Bidennek, mint elnöknek tulajdonképpen a saját hogy tetszik játékterre a külpolitika bizonyos megkötésekkel, mert ezeket a megkötéseket az alkotmány, illetve különböző jogi törvényi precedensek alapján a kongresszust illetik, mert ezeket érdemes nyomon követni, és mondom, azért is emeltem ki ezt a katonai támogatás feltételhez kötését, mert általában ez az úgynevezett elszényhatalma szokott lenni az, amivel leginkább a kongresszus úgy általában a külpolitikában meg tudja kötni a végrehajtó hatalom, tehát az elnökségnek a kezét. Ez lesz igazából a mérvadó a következő hetekben, hónapokban. Ha esetleg durvul a konfliktus, és azért most elég éles a helyzet, és mondjuk tovább szürkülnek az események, vagy továbbra is ilyen borús lesz a hangulat, és mondjuk az Egyesült Államoknak be kéne avatkozni Izrael oldalán, akkor számítani lehet arra, hogy az USA ezt megteszi, vagy tényleg próbálnak egyre inkább ebbe a semleges irányba elmozdulni? Próbálnak amennyire lehet a semleges irányban maradni. Mert azért ez Trump idején nem volt így, nem? Tehát, hogyha ez Trump idején történt volna, akkor nagy valószínűséggel Trump az amerikai katonákat is hajlandó lett volna mozgósítani Izrael védelmében. Abban nem vagyok biztos, hogy amerikai katonákat mozgósított volna, de abban igen, hogy mondjuk szankciókat, vagy más egyéb eszközöket alkalmazott volna Palesztinával szemben, már amennyit persze, palesztinokkal szemben, már amennyit persze még nyitva maradt, mert ugye eleve alapvetően Izrael irányában mozdult el látványosan a Trump adminisztráció. Alapvetően azért sem valószínű, azért is valószínű, hogy inkább egyfajta távolságtartásba próbálnak Bidenék mozdulni, ifjúsabban maradni, mert ugye igazság szerint az izrael-palesztin konfliktus egészen ugye most az elmúlt pár hétig nem volt központi jelentőségű az amerikai külpolitikában, az elmúlt években a szangsúlyozom, tehát általában odafigyel erre Washington, viszont a Trump adminisztráció külpolitikájának pont az volt a sajátossága a Közel-Keleten belül, ugye Jared Kushner közreműködése révén, hogy igazából az egész közel-keleti konfliktust mind Iránra hajazta ki. Tehát úgy gondolták, a Trump csapat úgy gondolta, hogy a közel-keleti békének nem az arab-izraeli konfliktus, illetve palesztin-izraeli konfliktus feloldása az előfeltétele, hanem Irán, mint regionális és amerikai ellenes ugye hatalomnak a visszaszorítása. Ezért volt az, hogy Trump először Szaúd-Arábiában ment, konkrétan a legeslegeső külföldi útja alkalmával, komoly katonai szerződés, pontosabban ugye fegyveradást akar kötni ugye a szaúdiakkal, és ugye ennek a vége az Ábrahám egyezmény is, vagy akkordok is, ugye, hogy Izrael minél több muszlim országgal, muszlim többségű országgal ugye elismerje, vagy éppen Jeruzsálembe behelyezze az amerikai nagykövetséget. Tehát részben ez egyértelműen egy belpolitikai üzenet volt, főleg a keresztény szavazók felé, de részben ahhoz is köthető, hogy teljesen más logikával közelítette meg a Közel-Keletet. Ugye ezt összevetjük a demokrata szemlélettel, ami éveken át azt mondta, hogy az egész közel-keleti békefolyamatnak az alfája és omegája a palesztin-izraeli konfliktus. Videómontázsok vannak egyébként arról, hogy John Kerry például, a volt külügyminiszter, ugye most klímaügyekért felelős külön megbízott, konkrétan mondja bele a kamerába, hogy soha nem lesz béke a Közel-Keleten, amíg a palesztin-izraeli konfliktus nem oldódik meg. Na most a Bidenék egyrészt megváltoztatták a logikát, és inkább előtérbe hozták a palesztin-izraeli viszonyt, de nem úgy, hogy ezt ténylegesen proaktívan kezeljék, hanem csak magát a logikát változtatták meg, alapvetően ők nem akarnak, nem tekintik
tekinti prioritásnak ezt az egész kérdést, mert teljesen más, főleg belpolitikai kérdések kötik le az erőforrásaikat, úgyhogy ezért is akarnak